rádió területén ugye átúztuk a tévés részt, a fejlesztést, a szerviz részt. Hát ugye van még két olyan elterületetlen része ennek a gyönyörű hobbinak, ugye ami beletartozik ebbe a körbe. És ha egy kicsit távolról is, de nézzük meg Fekete Laci barátunknak a területét, gyakorlatilag hát ő az erőt, vagy az erősítőt részeket fogja képviselni, de hát te is bejártál egy bizonyos utat előttem, hiszen ösztöndíjast kezdtél ugye a Videótonba, és lehet, hogy a sok embernek furcsa, hogy annak idején inspirálta ez a nagyvállalat azokat az iskolába járó egyetemistákat, vagy főiskolásokat egy ösztöndíj programmal, ami ugye arra készítette, idézőjelben készítette szülőket, hogy legyökeredzenek utána, miután elvégzik az iskolát náluk, és ugye a munkájukat ővelük kezdjék el. Egy picit mesélj nekünk erről az ösztöndíjas előéletedről, amit mondtam. Sziasztok! Fragilis lehetek körülbelül, hogy javaslom a kegeződést mindenkinek, hogy a később is beszélgetünk. Kicsit korábbra mennék vissza, hogy hogyan kerültem én a műegyetembe. Közelebb? Így jó. Pedig fogtam 23 évig a diszkos útba. Igen, a diszkos útba te fogtál elég sok mikrofon. Na, ott kezdeném, hogy én tulajdonképpen középiskolában, amikor elkezdtünk gimnazista másodikos koromban elektronikát tanulni, akkor belepistultam az elektronikába, és meg akkor indult ugye a diszkos korszak, és elkezdtem gyűjteni a zenéket. Akkor ugye a hiánygazdaságban nagyon nehéz volt hozzájutni olyan számokhoz, rádióba lehetett fölvenni magnóra, volt egy kis Philips magnó, vettem fel számokat, és hallottam már diszkóról, de nem nagyon voltak még diszkók. Lényeg az, hogy én hangmérnök szerettem volna lenni. És ugye a hangmérnökséghez utána néztem, hogy kell egy villamosmérnöki diploma, meg kell hozzá valamilyen zenei előképzettség. Úgyhogy én 8 évet tanultam hegedülni, meg jártam ugye kamarazenekarba, mint mély hegedűs, meg hát ugye jelentkeztem a villamosmérnöki karra, hogy meglegyen a hangmérnöki képzéshez a papírjaim. Úgyhogy így lettem én végül is villamosmérnök. De aztán közben ugye Pesten, a műegyetemen már ott láttam a diszkókat, láttam a számot, hogy milyen fények vannak, meg milyen zenék vannak. Belekerültem a mafiába, gyűjtöttük a zenéket, ismered. És elkezdtem 76-ban a Kruspir utcába diszkózni Pesten, és ahhoz kellett erősítőket építeni. Tehát ugye nem nagyon volt még meg a szaktudásom, de rettentően érdekelt az elektronika. Ugye a rádiótechnika az, mint a biblia, meg az évkönyvek, meg az erősítő éjjel-nappal, és hát csinálgattam a kvadokat, meg az egyéb erősítőket, és abból össze, ugye akkor az időben nem voltak még diszkos boltok, úgyhogy magának kellett megépíteni mindenkinek mindent, az erősítőket, a keverőt, a hangfalakat, meg akinek volt egy magnója, az nem kellett papír se, hozzá lehetett diszkozni. Hát szóval így kerültem én ebbe bele az erősítőzgetésbe, meg magába a zenei életbe is. És hát mint Fehérvár, ugye 65-től Fehérvárról laktunk, előtte is Vakoncsernyé voltunk, mint a Tibi. Fehérvárra kerültem, és a Fehérváron ugye a Videóton volt az elektronika fellegvára. Volt az ösztöndi lehetőség, apám még tanáremberek révén nem voltak annyira ellenezte, tehát a koleszhoz, meg a testi léthez kellett valamilyen plusz anyagi ösztönzés. Hát a Videóton az egy nagyon jó lehetőséget adott azzal, hogyha aláírtál x évet, talán 3 évet, nem tudom, hogy annyit maradsz majd az egyetem elvégzése után, akkor adott egy apanást, egy rendszeres jövedelmet, amiből aztán lehetett finanszírozni a kollégista létet, meg az egyéb dolgokat. Meg én beszélve, ugye a már diszkózásban is csúran cseppen, tehát gyakorlatilag én megperentettem ott az alapokat. És akkor így kerültem én a tévéfejlesztésre, mert ugye kellett mennem minden nyáron gyakorlatra, szakmai gyakorlatra, a Videótonhoz, az kötelező volt, ugye ösztöndíjas lévén kötelező volt oda menni, tévéfejlesztésen voltam gyakorlaton,
A diplomamunkámat is abból írtam, a tévékészülékek meghibásodása, kimondottan alkatrészre lebontva kellett a tévékészülékek összehozni, mennyi az MTBF, az a mintán bitvin például, tehát a két meghibásodás között eltelt idők, stb. Tehát ezekből írtam a diplomamunkát, végeztem, oda kerültem a tévéfejlesztésre, és a tunnelre foglalkoztam. Meg annyira nem érdekelt, mert akkor is erősítő volt mindenem. De 3 évet lehúztam a tévéfejlesztésen, és utána visszamentem katonának, ugye, mert előfelvételisként még kellett mennem a 7 hónapra. Viszont amikor visszajöttem onnan, akkor már átkértem magam a rádiófejlesztésre, ami a tévégyár rádiófejlesztésre elhangzott, hogy ugye a commerce dolog. Tévégyár rádiófejlesztés, és ott az első munkám az a Siemens erősítőnek az első panelja, tehát nem a végfok, hanem az első panel. Azt csináltam én, azt terveztem meg én. Utána foglalkoztam CD-vel, mert ugye a videóton összeállt a Dual, a CD 20, CD 41, ez mind Dual pedőnév alatt, Fehérvárról adták össze, de valakinek kellett foglalkozni a CD-ben, az játszható, ott csöppentem bele a digitális technikába egy picit. Meg aztán később jött az egyéb fejlesztési projektek, mint az Ettás Magnó, aztán mi is volt még. Ja, az SPA 300-as nagy végfok, ugye az a két toroidos nagy végfok, ami szintén nem került játszható, de azért, mert ugye olyan 90-ben lett kész, és 90-ben meg az autótechnika megszűnt. Tehát körülbelül így alakult az én életutam a videókonnál. Említetted az elején azt, ugye, vagyis hát én említettem, hogy az erősítő vonal a tied, de ugye te mondtad, hogy a tévéfejlesztési ott kezdted el a dolgokat. A legnagyobb tisztelet hangján két szót hagy kérdezzek, vagy két szót hagy említsek meg neked, és természetesen mi elismerjük azt, hogy ennek ugye hozzá semmi köze, de mégis volt egy időben két szó, amit a 70-es évek végén, ha jól emlékszem, 1979-ben az emberek, hogyha meghallottak, akkor hát összehúzták a szemöldöküket, és volt, aki a fülét is betogta, és ez a két szó nem más, mint a Color Star. És remélem van itt olyan, aki emlékszik a Color Star televíziókra, mert ugyanis így van a Color Star tévék voltak, amik előszeretettel fölrobbantak. Hát az az égős tévé, ugye az, ami égette a Videoton hírnevét is. De az tulajdonképpen egy orosz tévé volt, azt úgy tudom, bár én megmondom őszintén, nem is vagyok ebben járatos, ennél jobban tudja, hogy csak a kávát csinálta valamelyik gyáretség a közpén talán. És de Videoton név alatt futott, szóval az ő nevét égette gyakorlatilag. Közönben volt hozzá. Jó, ennek azért ennyi idő elteltével biztos, hogy már semmilyen jogi következménye nem lenne. Ha meg elismered, azt gondolom egy nagy emberi műfortodat tudod megmutatni, de mi természetesen elhisszük neked, hogy semmi között nem volt a tévéfejlesztésnél. Ugye kérdeztem a Tibit is az előbb a fejlesztésről. Igen. Mennyire volt fontos az, hogy ezek a fejlesztések, ezek elvezessenek valahova. Amikor elindult a tévé, és utána említetted, hogy a rádiónak a fejlesztése is. Mennyire éreztétek azt, hogy ezek meghatározóak lesznek a jövőben? Egy nagyon érdekes dolog az, hogy ugye én nekem azért hosszú a szakmai életutam, és ugye ahol, mikor én kezdtem, akkor számítástechnika az zéro. Tehát annyi volt, hogy a műegyetemnek volt egy épülete, egy ilyen kupolás épület, abban volt egy számítógép, amit az egész műegyetem használt. Lyuk kártyára kellett fölírni az angol nyelven megírt programot, időpontot kellett kérni a csajoknál, ilyen teleszgép szerint csináltak lyukszalagot, gumival összefogtuk, kértünk időpontot, ahol le lehetett futtatni, lefuttattuk, akkor kidobott 68 szemantikai, meg szintetikai hibát, akkor visszamentünk, megnéztük, hogy mit rontottunk el, javítottunk rajta, megint kértünk időpontot, és egy ilyen 10-soros basic programot egy fél év alatt talán sikerült teljesíteni, és akkor kaptunk rá egy aláírást. Tehát ez volt a számítástechnika. Na most engem ez annyira nem dobott föl, úgyhogy 3 sérül valaki megcsinálta helyettem ezt, és akkor nekem ez volt az aláírás a számítástechnikából. Aztán amikor jöttek
XT, meg ezek az IBM számítógépek, és már DOS-on már kezdtem egy kicsit kapizsgálni, akkor rájöttem, rákaptam az izére, és elkezdtem én is programozgatni, meg tényleg ilyen autodidakta módon megtanulgattam azt, hogy mit lehet ezekkel csinálni. Akkor csináltam alkotói ifjúság pályázatra olyan gépet, ami mit tudom én, egy színuszélet beégettem EEPROM-ba, onnan kiolvastam, mintha CD lemezről olvasnák ki az adatot, és akkor abból csináltam egy generátort, azért kaptam is valami díjat, vagy mit tudom én. Tehát úgy rájöttem erre az egészre, és azon beszélgetünk itt az Ernővel, hogy visszagondolva, hogy akkor, ha valamit meg akartunk csinálni, egy panelt, vagy valami kellett hozzá 68 IC-t, innenféle periféria IC-k, meg processzorra, meg órajel, meg mit tudom én, most meg egy ekkora 8 lábú kis processzorral, akár egy pikkel, vagy bármivel, ugyanezt rövögben megcsinálod. Benne van a memória, meg minden, be tudod programozni, be tudod égetni, tehát annyit fejlődött a számítástechnika. Igen, itt a fejlesztés talán ott szerettem volna kiukadni, hogy ugye említetted azt, hogy volt CD-re lezjátszóra is kísérlete gyártásügyileg a Videotonnak, sőt ugye, ha jól emlékszem, akkor voltak arra bizonyos tervek, és talán a prototípus, az a te szentélyedbe található, hogy egy deck is elkészült, ugye egy kazettás magnó, hogy mondjuk így csúnya szóval elkészült, de mégsem került egyik fejlesztés sem a gyártási sorokra. Hát a kazettás magnóból az nekem mindig is a nagy mániám volt a magnó, ugye az alagos magnó, mert egy Tesla magnót már egyetemista koromban csináltam, úgyhogy Tesla mechanikával, saját elektronikával, akkor csináltam például egy rádiós riporter magnó volt, ami egy ilyen kicsi kis szalagos magnó volt, és abba tettem egy plusz fejet, abból csináltam visszhangosítót, hogy a diszkóval lehessen visszhangosítani, sebességszabályzás, stb. Tehát nagyon sok mindent csináltam, és a kazettás magnót azt tényleg én fejlesztettem ki, egy darab készült el belőle, mert megszűnt az audiotechnika. Tehát az nem került gyártásba, de tervből volt véve, és egy prototípus lehet gyártva belőle. Elmondható az, hogy ugye, amit beszéltünk itt már több alkalommal, ugye az Ernője a rádió, a Tibié a televízió, a tiéd az erősítő, és ugye majd, hogyha egyet fogunk lépni még előre Nagykarcsihoz, ugye a tiéd a hang, gyakorlatilag ugye a hangfalak meg a hangszóró technika, hogy volt valami prioritás egyébként a Videotonnál, ami mondjuk elsőbséget élvezett, vagy nagyobb hangsúly volt ráfektetve ezeknek a termékeknek a gyártásánál a Vidinél. A rádiógyár ugye az a katonai, az nyilvánvalóan oda nem is volt nekünk szabad bemenni, tehát az egy zárt terület volt, csak a megfelelő belépővel lehetett bemenni. A számítástechnika megint egy picikét, tehát azért a commerce elektronikai rész az egy kicsit mindig háttérbe szorult. Hát nekem 3300 forint volt annó a kezdő fizetésem, ezt még most is emlékszem rá, tehát azoknak, akik akkor még nem értek, ez viszonylag nevetséges összeg, azt gondolom. De mindenképpen én a fejlesztést rettentően szeretem. Tehát mikor megszűnt az audiotechnika, én csak azért nem omlottam össze, mert nagyon sok dolgozó, olyankor tényleg az idősebbek azok kétségbe estek, mert nekem nagyon jól ment akkor a diszkózás. Tehát akkor én azt úgy voltam vele, hogy csináltam egy magánvállalkozást, digitál audiotechnikai KFT-nél javítottam, és nekem megvolt az anyagi hátterem a továbbiakra, tehát én nem estem annyira kétségbe, de azt viszont nagyon sajnáltam, hogy a fejlesztés az nekem mindig is a szívem fücske volt, és azt szerettem volna tovább csinálni. Szerencsére aztán ugye kiárulták a Videotont, és tudtam venni egy csomó gépet, úgyhogy megvettem egy csomó műszert, és otthon tudtam folytatni ezt a szekverkekben. Fekete Sánszlónak van saját gyermeke, ugyanúgy, mint ahogy ugye Ernőnek és Tibinek? Hát az SPA 300 azt én terveztem, nem került gyártásban, pont azért, mert 89 körül készült el, és akkor ugye összeomlott az audiotechnika, illetve a Slimline erősítőnek az első panelja, az két panelból áll, és az első panelját azt én terveztem. Az a bemenetválasztó, hangszínszabályzó, stb. Azonnal. Úgy tudom, hogy a mai napig is azért elég közelülsz ehhez a tűzhöz, és a mai napig is
megtalálnak még azok az emberek, akik ezekkel a szerkezetekkel kapcsolatosan segítségre szorulnak? Hát viszonylag kevesen foglalkoznak, mert ilyen régi motoros, mint én, már nem is nagyon van, ugye már 3 éve nyugdíjas vagyok, de 3 évet még ráhoztam a harmadba, nem tudom, akik itt vannak, hívővel foglalkoznak, a harmankardorról biztos hallottak már, ugye most már a GBL is oda tartozik, tehát egy viszonylag nagy brand a harman, a Samsung Company néven, de azon belül egy csomó, Sennheiser, AKG, ezek mind a harmannak a cégei, és ezek ismert nevek. Úgyhogy én ott voltam, most utóbbi 13 óta. Előtte pedig a 2006-tól 13-ig pedig a Philipsnél voltam, TV tápegységekkel foglalkoztam, ez Philips TV gyártásaival. Nem öregedtél ki akkor ezek szerint ebből az iparágból. Össze lehet a mai érát hasonlítani, a mai rendszereket a videótonos régebbi rendszerekkel? Most itt ugye nem a konstrukcióról beszélünk, hiszen ugye a technológia fejlődött, hanem más vonalon. Szóval a talán tudásba, vagy hangzásba, vagy bármi ilyesmibe. És talán a hangzás majd ugye jobban előtérbe kerül a karcsinál. A fejlesztés manapság sokkal nehezebb, egyre több cég inkább ilyen bérgyártást csinál meg viszonylag kevés fejlesztő cég van, inkább, mert a fejlesztés egyébként nagyon sokba kerül. Tehát ahhoz olyan speciális eszközök, műszerek kellenek, amiket nem biztos, hogy egy hazai cégnek érdemes befektetni akkorát, hogy saját terméket hozzon, inkább a bérgyártás irányába mennek el. Teljesen más, tehát másmilyen tudást is igényel, számítástechnikai tudást, a mikroprocesszorok világát ismerni kell. Most már olyan dolgokat meg lehet csinálni, ami régen szinte elképzelhetetlen volt. Tehát nagyon sokat kellett nekem is a számítástechnikában fejlődnöm ahhoz, hogy tudjam tartani a lépést. Bújkál a kísérletet bennem, és most pont az előbb azon gondolkoztam, hogy megkérdezem, de azt gondolom, hogy az öregek mindig azt mondták nekem, hogy amelyik halász fél a víztől, az soha nem fog halat. Piszkálja a fantáziámat az, hogy ez a CD és ez a DEC fejlesztés kútba esett, vagy megáll. Ezt ilyenkor hogy élitek meg ti szakmailag? Szóval valamit elkezdtek, és gondolom ez mindegyik őtökre érvényes volt, mert biztos, hogy találkoztatok ebbe az érába, ebben a dologgal, de nem sajnálod, hogy nem lett a Videotonnak CD-re játszója, és nem lett a Videotonnak egy deckje? Van még a VHS Videomagnorról, nem beszéltünk, az is kútbe esett, az 3 hónapig ott ment a tárgyalás, aztán utána megszűnt gyakorlatilag a cég, és ezért a Thomson kivonult, mert a Thomson Videoton kooperációban egy VHS Videomagnó gyártás már tárgyalási szintre került. Tehát amikor vége lett a Videotonnak, én számomra is megrázó volt, annak ellenére, hogy nekem az anyagi biztonságom az, hogy megvolt, de akkor is rossz érzés volt, mert mondom, én azt mondtam, hogy én elmegyek valahol dolgozni, az csak fejlesztés lehet, mert annyira imádok kitalálni új dolgokat, meg annyira szeretek valamit, olyat létrehozni, ami még nem volt. De aztán nem találtam ilyet, úgyhogy végül is 2006-ban elmentem a Philipshez, ott nem fejlesztés volt, hanem tényleg ilyen probléma megoldás, meg gyártásba vitel. Bár mondjuk a Philips is csinált VHS magnót, és ott ez nekem nagyon jó volt, hogy én korábban foglalkoztam vele, hogy tudtam is nekik segíteni a gyártási problémáknál. Úgyhogy rossz volt okadni, megmondom őszintén, nagyon rossz volt okadni. És a leginkább azt sajnáltam, hogy a fejlesztés része, meg azok a technikai eszközök, műszerek, amiket nem tudtam mindent megvenni. Tehát azért nagyon sok mindent megvettem, de mindent nem tudtam megvenni, és ezek drága cuccok voltak. Tehát az, amivel te jó új dolgokat tudsz kitalálni, meg tudod igazolni a mérésekkel, hogy ez tényleg a paraméterekben, meg tudásban olyan, hogy elfogadható vagy nagyon jó, ahhoz nagyon drága, sok befektetés kell. És azt sajnáltam, hogy ez megszűnt. Tehát csak a munka szűnt meg, vagy a munkahely szűnt meg. Tehát a munka és
És talán a munkaszeretete az megmaradt végig. Laci, köszi. Köszi. Lépünk tovább, de vissza fogunk hozzád mindenféleképpen térni. És akkor nézzük meg az alsó rész után ugye a végét a dolgoknak, ami itt is most megszólal, ugye a hang, ami Nagy Karcsihoz tartozik. Ez a hang, pontosan, hogy megkofogtatod a csutora végét. Ez egy késői fecske vagy, ugye? Azt beszéltük meg, hiszen te viszonylag későn kerültél be ebbe a körbe, és te is ebben az ösztöndíjrendszerrel indultál. Meg mennyire volt ez lökés neked? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Laci barátommal ellentétben én nem ügyésztem soha. Szokatlan ez a mikrofon a kezemben, nem is biztos, hogy mindig sikerül jól használnom. Igen, a hál' Istennek a videóton még akkor is fönntartotta ezt az ösztöndíjas programját, hogy fiatal lelkes munkatársakat egyenesen az egyetemről, főiskoláról a céghez csábítson. Talán a utolsó előtti évben, amikor voltak a Műszaki Egyetemen, akkor ott ismerkedtünk meg, és én is ösztöndíjasként folytattam utána az utolsó évet, illetve elkötelezőkbe, és ebben lelkesen költöztem Székesfehérvárra, alapvetően az ország másik mezőkövesdében, ugye? Igen, onnan származom, vagy hát ott cseperedtem. Ugyan nem volt könnyű döntés, de nem a videóton, vagy más szintén elektronikával, elektroakusztikával foglalkozó cégek közötti választás miatt, hanem én aktívan sportoltam, kézilabdakapus voltam a MAFSZ-ban, és nagyon komoly ajánlatot kaptam az egyetem végén az Elektromostól, aki akkoriban a magyar kézilabda sportnak a krémje volt, és tehát oda hívtak, hogy maradjak és védjek az Elektromosban. A sport pályafutás és a mérnökség között kellett választanom. Nem bánom, hogy a videóton mellett döntöttem, bár nyilván az is egy izgalmas, érdekes karrier lehetett volna. A videótonnál, akkoriban már nem mind nagy videóton, hanem sok kis Kft. Formájában működött az Audio Technica Kft.-ben, akkor a fejlesztésnek a vezetője, nem tudom, lehet, hogy ismerős név lehet többeknek. A Gerlaki Pista volt a vezetője az Audio Technica Kft. Akusztikus részének, a régi, nagyon tapasztalt kollégák, a Budai Laci, Nidecki Misi, ők a hangdoboz tervezéssel, illetve a hangszóró, tehát maga az elektroakusztikai átalakító tervezésével foglalkoztak így specializálódva. De ott volt a Brühl műszerek mesteri felhasználója, a Rétlaki Feri, aki a akusztikus méréseket, mindent végzett és adta az információt a fejlesztő kollégáknak. Tehát nagyon jó környezetbe kerültem, nagyon jó rutinnal rendelkező, remélem nem sértő számukra öreg szakik mellé, és ezt próbáltam saját részről az egyetemen frissen tanult, és hát mindenképp egy kicsit előremutató jellegű tudást ötvözni az ő tapasztalatukkal. Mindenkitől megkérdezhetem volna, de te vagy talán a legfiatalabb, és elnézést a tiszteletlenségért mindenkitől. 85-öt említettél, ugye? 84 szerintem, 84. Mennyire volt trendi akkor, hogy ezt a mai szót használjam, egy videótonnál dolgozni? Az oka, miért kérdezem, mert ugye 84-85 környékén ugye a videóton gyakorlatilag nem csak magáról a gyáráról volt híres, hanem ugye a támogatásáról is, hiszen a Székesfehérvári Városi Labdarúgó Csapatot ugye videóton néven
aki ma már FC Fehérvár, vagy annak idején MOL Fehérvár volt, ugye ők támogatták, és ugye 85-ben még Beck volt, bajnokcsapatok Európa kupája, és ugye a Real Madriddal játszotta a Videoton a Beck döntőt. Ugyan elbukták, mert az első mérkőzésen 3-0-ra kikaptak, a másodikat 1-0-ra megnyerték, de azt gondolom, hogy ez a név maga, hogy Videoton, annyira beleégette az embereknek a, talán nem csak annak a generációnak, hanem már a mi generációnak és az utánunk lévő generációnak is a nevét a fejekbe, hogy én biztos vagyok benne, hogy ma mindenki a fehérvári csapatot ugyanúgy Vidinek hívja, vagy Videotonnak hívja, és ez egy olyan név maradt, ez a Videoton, ha már ugye nem is létezik ebbe a formátumába, ami ma is jelentett valami 10 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is, és jelentette abban az időben valamit, amikor te oda kerültél. Én mindenképp örömmel mentem a Videotonhoz. Az igazság az, hogy a Vidi, tehát a foci csapat része, tehát nem amiatt, nem az motivált engem, hanem a dolog mérnöki része. Én mint kézilabdás, ott egy meccsen van 20-30 gól, fociban néhány gól, hát nekem unalmas volt a foci szaladgálni, tehát bocsánat és elnézést azoktól, akik fociban jongok, de nem az én műfajom. Hogyha Videotonnak ugyanilyen szintű kézilabda csapata lett volna, akkor az még motiválóbb lehetett volna esetleg, de azt én a szakmai része miatt mentem, és lelkesen egyébként a Videotonhoz, mert azt gondoltam, hogy tényleg egy jó, nagyon jó környezet lesz ahhoz, hogy ott sok mindent megtanuljak. Egyetemen nyilván az ember megtanulja az elméletet, de a gyakorlati dolgokat azt gyártás közelben, fejlesztő környezetben lehet ténylegesen megtanulni, és ott gondoltam, hogy jó lehetőségben lesz sokat fejlődni, ami így is volt, mert nem csak az ösztöndíjas programból látszik, hanem egyébként is a Videoton akusztikus fejlesztése jó kapcsolatot tartott a Műszaki Egyetemmel. Az egyetem azért nem csak Magyarországon, azért világviszonylatban is a Budapesti Műszaki Egyetemnek nagyon jó neve volt akkoriban, meg még most is, de sokáig tényleg kiemelkedően színvonalas oktatás folyt, és remélem, hogy folyik most is. Ottani kollégák a tanítás mellett kutató munkát végeztek, ezt nyilván ebből profitáltak a tanításban is, illetve különböző cégekkel, fejlesztési projektekben is együtt dolgoztak, szívesen támogattak bennünket, és ilyen formában volt lehetőség például olyan hangdoboz tervezéshez, a hangszóró mágnestörének a tervezéséhez nagyon hasznos programokat közösen fejleszteni az egyetemi, hát akkor már mondhattam, hogy kollégákkal, korábbi tanáraimmal, ami aztán nagyon sokban segítette, meg hatékonyabbá tette például a hangdobozok hangváltóinak, vagy akár magának a doboznak a konstrukciós tervezését is. Ha beléptünk abba a műhelybe, vagy abba a gyártó részbe, ahol ugye te dolgoztál, mit láthattunk? Gyakorlatilag minden részét, minden hangfalnak a Videoton ott a helyben ők maguk találták ki, szerkesztették, gyártották le a dolgokat, szerelték össze, és utána engedték el a piacra, vagy volt, amit máshonnan vásárolt a Videoton, nem tudom, bármilyen hangváltót, a dobozt, a membrán részt, vagy minden a Videotoné volt. Hát én azt gondolom, hogy alapvetően minden a Videoton, de különböző helyszíneken a doboz, tehát a kávagyártás az Veszprémben volt, maga az akusztikus rész is két különböző, ráadásul az épület két szélsőséges szintjén volt, fönn voltak az irodák, illetve a fejlesztő mérnökök egy részének az irodái szintén fönn, és lenne az alsó szinten, ami félig ilyen fél alapsor, ott volt a süketszoba, és a süketszoba mellett volt gyakorlatilag azzal közvetlen kapcsolódásban az a helység, ahol én szerintem annak a periódusnak az életem azon szakaszának a jelentős részét eltöltöttem.
és nem csak a munkaidőn belüli részére értem, ezt nem ténylegesen, mert nem ezzel fordult elő. Ott pont amiatt, hogy sokat szoba mellett ablak nélkül, és elkezdtem dolgozni, és amikor elindultam hazafelé, akkor döbbentem rá, hogy korom sötét van, tehát sokszor este 8-kor, 9-kor nagyon bele tud feledkezni az ember egy fejlesztési folyamatba. Laci említette az akkori számítástechnikai eszközöket, lehetőségeket. Volt szerencsém egy akkor azért még nem gyakori XT-t, IBM XT gépet kapni, használni. Ahhoz kapcsolódóan vettünk egy elég jó főleg elektronikára, de akusztikára is alkalmas mérőrendszert, az Audio Precision System VAR rendszerét. Ezeket integráltuk a klasszikus Brühl műszerek mérőpartjával, tehát azokat, mint perifériákat felhasználva, az adott bezsutunk egy számítógépbe. System vannak, DSP modula volt, tehát sok olyan mérést lehetett csinálni, amit korábbi években a kollégáknak nem volt lehetősége használni, csak tényleg a klasszikus papír szintírós mérés eredmények alapján tudtak fejleszteni, tervezni. Meg ez a számítógép tette lehetővé ezt is, hogy DOS alapon és már Pascalban saját magam is fejlesztettem ilyen mágnestől optimalizáló programot, illetve közösen a egyetemben lesz az említett hangváltó és hangdoboz tervező méretező programot. Például ennél a szoftvernél nagyon nagy eltérés egy hagyományos papír alapú tervezési folyamathoz képest az, hogy a hangszórók elektroakusztikus paramétereit megmérve, impedancia görbéjét, frekvencia menetét, minden paraméterét ebbe a hangváltó tervező programba be lehetett importálni, és a fejlesztési folyamatban azokat a hangváltó struktúrákat, amiket jónak gondoltam, valós időben tudtam tesztelni, kipróbálni, a szoftver modellezte, számolta a hangváltó plusz hangszóró együttes frekvencia átvitelét, figyelembe véve azt, hogy ezt a passzív hangváltót nem egy ohmikus lezárás, hanem egy hangszórónak egy nagyon frekvenciafüggő komplex impedanciája zárja le. Hát ezzel rengeteg időt lehetett spórolni, és sokkal hatékonyabban lehetett optimalizálni egy hangváltót. Tehát a eredeti kérdésre visszatérve, ott házon belül volt nagyjából minden, amit pedig kellett ahhoz, hogy egy minta, egy prototípus elkészüljön, azt a dobozrészét Veszprémbe legyártattuk, a alkatrészek azok többnyire házon belül voltak. A hangszóró gyártásnak is volt magában a műhely, magában az épületen belül egy műhelye, ahol magát a hangszóró membránt előztem, a Sauerpityuk merítette különböző sűrűsége, azzal is kísérletezések voltak, hogy hogyan, mitől, mikor, milyen membrán vastagsággal, sűrűséggel, térséléssel, stb. Mi hogyan legjobb, legkisebb torzítása. Tehát sok minden ott volt házon belül, és egymással egyeztetve azt gondolom, hogy nagyon jó hatékony csapatunk volt. Igen, ezt szerettem volna kiemelni, hogy ugye említettétek mindannyian, hogy a csapat. Senki nem egyénileg dolgozott, hanem mindenki csapatban. Egy ilyen gyártási folyamatnál, amit ugye ti csináltatok, mindenki csinált mindent, vagy pedig inkább szakosodva voltatok a csapaton belül, hogy az egyik munkatársad ezt csinálta, te azt csináltad, azt csinálta a harmadik, vagy pedig éppen akire jutott valamilyen munka, azt csinálta ő. Volt azért munka megosztás, vagy szakosodás, mint említettem, például a transzdúszereknek, tehát a hangszóróknak, az elektroakusztikai átalakítóknak a tervezése az inkább a Mideczky Misi területe volt. A hangdobozokat alapvetően a Budai Laci kollégám tervezte, főleg értelemszerűen mielőtt én csatlakoztam a csapathoz. Utána egy olyan jellegű megosztás történt, hogy Laci folytatta a tradicionális videóton hangszórókra épülő további hangszóró családoknak a fejlesztését, és én kaptam lehetőséget a kicsit a hifi irányába.
mutató, elmozduló hangdobozok tervezésében, mint Preludium, illetve hát a Laci által említett okokból, mint ahogy az SPA-300 sem került sajnos már gyártásba és piacra, ugyanígy az itt látható fuga dobozoknak a tervezése is, illetve volt ennek egy kisebb testvére és a Toccata, szintén kétutas, szintén bass reflex doboz, de térfogatra mondjuk harmada volt ennek a doboznak, tehát egy sokkal kezelhető kisebb méretű. Az is, ennek is volt több példány a prototípus szinten, meg nulls szériás szinten is talán, az is volt a Hifi magazinban, a Dargas Lacinál. Hát ezek a előzatokokból sajnos már nem került a gyártásba, és ha esetleg nekem is gondolod, vagy tervezett föltenni azt a kérdést, amit a kollégáknak, hogy mennyire bánták és sajnálták. Ezt én nagyon sajnálom, és én azt gondolom, hogy ha megmarad az Audio-Technika Kft., akkor egészen jó hangdobos családot hozhatunk volna létre, és azt hiszem, hogy a Videotonnak a nevét hangdobos vonalon is tudtuk volna lényegesen fényesíteni. Az első gondolattól, amikor kigondolta egy csapat, vagy kigondolták azok az emberek, akik fejlesztésbe gondolkoztak, hogy szeretnének egy valamilyen új hangfal típust legyártani. Mennyi idő volt az, amíg mondjuk az első gondolattól a prototípus megszületéséig általánosság eltelt? Ezeket a kollégáidat összehangolni, próbagyártásokat megcsinálni, etc. mennyi idő telt? Én azt gondolom, ez azért minimum 3-4 hónap, inkább fél éves időszak is, mert itt azért sok minden falmunkát, hangszórókból különböző modelleket bekérni, tesztelni, megnézni, optimalizálni, szimulálni, hogy melyikkel milyen teljesítményt érhetünk el. Nyilván sok minden dolgot, tervezett ár, egyéb fizikai paramétereket figyelembe véve kellett kiválasztanunk azt a konstrukciót, amit aztán érdemes volt továbbvinni. Tehát szerintem negyed és fél év között időintervallum azért egy átgondolt prototípusnak az elkészülése. Nem lövök mellé, azt mondom, hogy a fogalat egy gyermeked, ugye? Igen. Legbüszkébb gyermeket? Vagy legbüszkébb vagy erre a gyermekre? Hát, az lehetnék, hogy ha ez tényleg eljuthatott volna a vásárlók a elérhetőségi szintjére, és tehát piacra kerülhetett volna, akkor nyilván jogos lenne a büszkeség. Így ez egy olyan büszkeség, ami én örülök neki, hogy elkészült, és nem örülök, hogy ez nem tudott elterjedni. Vagy nem. Szól mindenkinek a kérdés, nem gondolkoztatok el azon, hiszen a Laci is említette, ugye, hogy van olyan, ami prototípusig eljutott, de ugye a közönség elé nem került. Hogy amikor ugye megszűnt a Videoton, hogy utána elviszitek olyan cégekhez ezeket a gondolatokat, ahol esetleg a termék megszülethetett volna? Amiatt mind a mellett, hogy ez egy, mint ahogy a többieknek is ez egy rossz érzés volt, hogy így alakult a cégnek, a Kft.-nek a sorsa. Azért egy súlyos törést, problémát nem okozott nekem semmilyen, hál' Istennek, sem anyagi, sem lelki szempontból, mert tulajdonképpen ugyanezen a szakterületen, hangdoboz tervezésen már némi átfedéssel, még a Videotonos időszakban is én azért kapcsolatban voltam, talán néhányoknak, aki a magyar high-end körbe járatos, vagy van betekintése, talán ismeri az Etalon céget, a Sallai Lacinak a magyar hangdoboz és erősítőket készítő high-endes vállalkozását. Én a Lacinak a mi már ismertük egymást, ez az ismeretség, nem is tudom, talán a Videoton kapcsán meghívtuk, elhívtuk, hogy hallgassa meg, és a Preludiumot véleményezze. Tekintek el arra, hogy a Hifi magazinben lehető is azok között a nevek között volt, akinek mérvadó a szakmai véleménye. És ő aztán, tehát
munkakapcsolatra összejövődött köztünk, és gyakorlatilag ahogy megszűnt az Audi Technika Kft., én az Etalonnak a hangdoboz fejlesztője lettem. Tehát ilyen szempontból nem volt hiányérzetem, tudtam folytatni ezt a hangdoboz tervezői dolgot, sőt, mondhatom, hogy egy picit nyíltak is a lehetőségek, mert azért ezeknek a dobozoknak a tervezésénél nyilván a tervezett piaci ár az behatározó tényező a hangszóró készlet választásában, meg milyen ászínvonalú hangszórókat szabad választani egy H&M-es doboznál, ahol akkoriban nem tudom, 10 000 német márka volt darabja egy hangdoboznak, ott nagyobb volt a szabadsági fok hangszóró választásában. Lehetőségem volt magasabb szintű hangszórókat is használni a tervezési folyamatban. Tehát ilyen szempontból ez, hogy eljutni valahova ezeket a terveket, vagy ebből gyártást, ez így nálam igényként pótolva volt ezzel, hogy volt lehetőségem ezen a szakterületen más cégnél dolgozni, folytatni a tevékenységet. Hogyha visszajövünk a mai időbe, és legyen ez neked is az első rész záró kérdése, és ránéz valaki erre a rendszerre, ugye hangfalakat erősítőt, bizonyos zeneeszközzel játszott, itt egy lemezjátszó, de lehetne egy kazettás magnó, egy CD lemezjátszó, ugye ezt egy passzív rendszernek mondjuk. Ma már ugye azt mutatja a trend, hogy ma már inkább az aktív rendszerek kezdenek el divatba jönni, és ugye egyre több helyen ez kerül előtérbe, hogy egyrészt ne szakadjon meg az, aki becipeli a hangfalat és az erősítőt, hiszen tudjuk, hogy olyan helyeken, ahol mondjuk nagyobb hangzást szeretnének biztosítani, ugye egy erősítő és egy hangfal nem 3 kiló. Ma már ugye arra mennek rá, hogy ne legyen külön erősítő, hanem magába a hangfalba legyen beépítve, ugye az aktív rendszer, és minél kisebb, de minél nagyobb teljesítményt tudjon. A két rendszer között, azon kívül ugye, hogy az egyik külön erősítővel rendelkezik, a másik beépített van valami különbség mondjuk hangzásban, vagy tudás alapban? Az aktív rendszereknek azért elég sok előnye van egy passzív hanglánccal szemben. Nem említettem, de az egyetemen a diplomamunkám igazából egy kétutas aktív voice reflex doboznak a megtervezése, megépítése és sokkal diplomavédése a prezentálása volt. Tehát az aktív rendszer egyébként nyilván már akkor is egy létező és számomra is érdekes terület volt. A videótanon belül nem volt igény, lehetőség aktív rendszert, legalábbis ezen a pár éven belül tervezni, fejleszteni. Később el tudom képzelni, hogy ennek stúdió monitor egyéb formában már akkor is lett volna kereslete és piacképes termék lehetett volna. A nagyon nagy előnye a digitális hangdobozok, vagy az aktív hangdobozoknak a passzívval szemben, hogy egyrészt külön dedikált erősítőt lehet minden egyes hangszóróhoz illeszteni. Hogyha van jelfeldolgozási processzálási lehetőség, van DSP ebben az aktív rendszerben, a mai rendszerekben ez mondhatni filléres tétel, akkor sokkal több lehetősége van a fejlesztő mérnöknek a hangváltót, a hangszóró frekvencia menet egyenletlenségeit korrigálni, késleltetési időket beállítani. Passzív rendszereknél a hangszóró egymáshoz képest előre-hátra pozíciójával kell az akusztikus középpontokat megfelelő pozícióba hozni, hogy aztán a hanghullámok a váltási tartományban megfelelően összegződnek. Természetesen itt sok minden paraméter, a szűrőnek a fokszáma, a típusa, sok minden közrejátszik, de egy aktív rendszerrel ez sokkal korrektebbül megoldható ez a hangváltás. Az, hogy egyáltalán miért kell a hangutat több hangszóróra gondolni, ez itt azért szakértő közönségben ez nyilván mindenki tudja. Illetve amit mondtál, hogy maximalizálni a hang teljesítményt, hangnyomást, mind a mellett, hogy próbáljuk a súlyt, térfogatot minimalizálni, ebben is tud segíteni az aktív rendszer.
azáltal, hogy a aktív rendszerrel sokkal inkább el lehet menni, ráadásul program függvényében a hangszórónak a határaihoz. Tehát az, hogy egy kompresszor limitert, egy dinamikus kompresszort hogyan állítok be, ezáltal sokkal inkább ki tudom használni a hangszóró tönkremenetelt ülés határai a képességeit, és azokat a jeleket, amik esetleg nem is biztos, hogy aktívan részt vesznek az én hangosságérzetemben, de a hangszórónak olyan terhelést adnának, ami esetleg leégéshez, sérüléshez, mechanikus sérüléshez vezetne, azokat a komponenseket kompresszálva, visszafogva, ahol esetleg ez kevésbé gond, azokat pedig hangsúlyozva lehet tényleg egy maximális hangnyomást kihozni a hangdobozból. Egészen kis aktív kétutas monitorokkal 125-129 dB-s hangnyomásokat lehet produkálni, még egy passzív rendszereknél igen nagy teljesítményű hangszórókkal is valahol a 120 dB körül már megveked a lehetőség, tehát tényleg sok pluszat ad. Más dolog, hogy a high-end-es körökben a digitális technika, meg aktív dokoz, meg ilyesmi, az nem annyira szívesen látott megoldás. Igen, ahányja ez annyi szokás. Karcsi, köszi. Visszatérünk egy pár percen belül hozzá, megköszönöm a mikrofonodat, hogyha továbbadhatom. Menjünk egy utolsó körre, hiszen lassacskán 5 óra van, és ugye megegyeztünk egy kérdésbe a legvégén lezárásgyanán, és akkor menjünk úgy sorba, hogy az Ernő, a Tibi, utána, vagy a Laci utána menjünk át Tibire, és utána Karesz. Jó, és akkor avval le is zárjuk ezt a által nagyon kellemesnek ítélt délután. A kérdés mindegyikötöknek ugyanaz lesz, 3-4 mondatban, ha tudtok, válaszoljatok. Jó? Egy élményt keressetek magatokba, neked lesz a legnehezebb, hiszen neked kell a leggyorsabban ez az élmény, hogy előjöjjön, ami arra a szóra előjön nektek, hogy videóton. Egy pozitív dolgot. Negatív biztos, hogy sok minden lehet a fejetekbe, de amikor az a szó eszetekbe jut, vagy azt a feliratot látjátok valahogy videóton, hogy valaki említi, vagy találkoztok régi kollégák együtt, és fölötlik az a szó, hogy videóton. Mi az a pozitív dolog, ami az eszetekbe jut? Neked mi jut eszedbe, Ernő? Nekem az jut eszembe, hogy volt egy kollégánk, és itt már a beszélgetések során többször szóba került, akit úgy hívnak, hogy Lóródi Attila, és én most az ő nevét azért kell, hogy megemlítsem, mert ő igen aktív szerepet játszott abban, hogy a Videoton rádió gyártásából érdemi fejlesztő munka eredményeképpen igazi audio gyártás és a wifi irányba történő elmozdulás megtörténjen. És a másik dolog, amiért az ő nevét meg kell, hogy említsem, mert amikor én pályakezdőként beléptem a rádiófejlesztés osztályra, akkor ő volt az első, aki fogadott, és bemutatott a kollégáknak, és azt a szívélyes légkört és fogadtatást, amiben részesültem, úgymond az első benyomás, amiben részesültem, azt tőle kaptam, és neki utána a fejlesztési munkában és a pályakezdő fejlesztőmérnök munkámban is sok-sok támogatást és segítséget kaptam. Úgyhogy nekem ő jut be elsőként, vagy ő jutott eszembe elsőként a névről. Lóródi Attila nekem is csoportvezetőm volt, nála dolgoztam a rádiófejlesztésen, miután a tévéfejlesztésen átmentem. Én nekem a Videótonnal kapcsolatban nagyon szerettem ott dolgozni. Ott még jobban kiteljesedett a szakma iránti szeretetem, meg a lehetőségek, meg tényleg azt csinálhattam. Tehát örömmel mentem be dolgozni. Nincs itt a feleségem, de őt is ott ismertem meg, tehát ez nem azért mondom, hogy kaparjak nála, de kézen fogva mentünk, és én
alig vártam, hogy menjünk dolgozni. Tehát nekem a felvonás a vidébe az egy hihetetlen nagy élmény volt. És amikor az ember a munkáját szívesen csinálja, úgy megy be dolgozni, hogy jó érzéssel tölti el, akkor az egy pozitív dolog, azt hiszem, és nagyon sajnáltam, amikor véget ért. De hát ez hozta az élet, és azért maradtam a szakmánától arra is. Én egy többet nekem is az jut eszembe, hogy a kollégialitás az nagyon jó volt mindenhol. Az emberek ismerték egymást, jó közösségek alakultak ki, baráti kapcsolatok. Nem volt ez a mostani légkör, mint most ugye gyakorlatilag az emberek egymást csak éppen, hogy el nem tiporják. És én is azt emelem ki, hogy jó főnökök voltak, tehát szakmailag nézték az embert, nem azt, hogy mit tud, vagy milyen papírja van, hanem azt, hogy mit tesz az asztalra. Videóton nekem az egyetem utáni első munkahelyem volt egy 5-6 éven keresztül, ahol én is nagyon jól éreztem magam, nagyon jó kollégák között, és sok szabadsági fokkal, saját kuckóban, süket szoba mellett, mérési lehetőséggel, számítógéppel. Tehát azt gondolom, hogy azok az eszközök, amik a fejlesztéshez kellettek, az mind a rendelkezésemre állt. Örömmel dolgoztam, nagyon szerettem csinálni, ez továbbra is fönnáll, de ez ott kezdődött, és ott mint említettem, ott fordult elő számtalanszor, hogy este csodálkoztam rá, hogy elszaladt az idő munka közben. Tehát tényleg nagyon jól éreztem magam, nagyon szívesen. Említettétek Attilát, nem akarok ismételni benneteket, de esetleg megemlíteném, volt egy kollégám, akinek nem említettem a nevét, dr. Imhof János. Ő egy fizikus volt, ő is abban az időben csatlakozott rá, nem sokkal utána a csapathoz. Nagyon jó munkaviszonyban voltunk, és sok olyan dologban, főleg a hangszóró mágneskörök tervezésénél, a mágneskör optimalizáló program megírásánál, a dolog fizikai részében sok segítséget kaptam tőle. Azon túl is, amit az egyetemen tanultam, ő mint fizikus értelemszerűen még tudott plusz dolgokat mondani és hozzárakni. Tehát tényleg egy olyan körülmény volt. Ráadásul egyetem után a Laci, ő ott ismerte meg a feleségét, én ebben az időben szabad voltam. Ez abból is látszik, hogy teljesen mindegy volt, hogy mikor megyek haza, és tényleg a munkának értem. Tehát tényleg azok az évek az életemnek egy olyan szakasza volt, ami tényleg felnőttben gondtalan időszak volt, és örömteli munkával. Eltöltve számomra ezt idézi fel, hogyha a videótól gondolok, és ez szóba kerül. Hát azt gondolom, hogy ez az elmúlt majdhogy nem másfél óra sok mindenkinek adhat sok mindenkit, mindenki válogassa ki, vagy kiválogathatta magának azt, ami ebből a gyönyörű nagy kerek történetből a magáénak érez. Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél órában négy olyan emberrel beszélgethettem, akikről számomra kiderült egy nagyon-nagyon-nagyon magas fokú elhivatottság. Egy nagyon-nagyon magas fokú szeretete annak a hivatásnak, aminek a mai napig érződik a lábanyoma, nem csak talán ebbe az országba, hanem Európába, és lehet, hogy külföldön, hiszen hiába múlt el az az éra, amit mindegyik őtök a szavaiból úgy veszem ki, hogy sajnál, hogy vége lett az igazi nagy videótonnak, de talán a nevet és azokat a termékeket, amiket te és a kollégáid, Karcsi, Tibi és a kollégái kigondolta, megtervezte, kivitelezte, és ha eljutott odáig, hogy eljutott a célközönséghez, a felvásárlókhoz, a mai napig is, itt is, és máshol is, mások otthonaiba, tudván, működőképesen,
szórakoztató elektronikaként használhatóak, gyakorlatilag ez nyom nélkül nem múlik el. Szóval valamit hagytatok itt nekünk, a mostaniaknak, és ez nem csak a munkátok, amit a kezetekkel csináltok, hanem a végtermékek is, amik kikerültek azoknak a csapatoknak a kezéből, aminek ti szerves részesei voltatok, és valahol nektek is a nevetekbe a videóton szó, ha nem is kiírva, de egy képen látszódik. Én óriási tisztelettel és szeretettel köszönöm meg azt, hogy elfogadtátok a meghívást, és köszönöm szépen Lakatos Ernőnek, köszönöm szépen Fekecs Lászlónak, köszönöm szépen Varga Tibornak, és köszönöm szépen Nagy Károlynak, vagy mondhatnám azt is, hogy köszönöm a rádiónak, köszönöm az erősítőnek, köszönöm a televíziónak, és köszönöm a hangfalnak, hogy a mai napunkat szebbé, tartalmasabbá, és talán egy kicsit tudással telibbé tettétek. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm nektek is, köszönöm önöknek is, hogy itt voltak. 5 óra magasságában kérem önöket, hogy fáradjanak ide a pulthoz, és segítséget kapnak a kollégáktól ahhoz, hogy egy ízletes korai vacsorát itt elfogyasszanak. Kérem, nézegessék meg a kiállított termékeket, beszélgessenek, és töltsék tartalmasan az elkövetkezendő időt. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, köszönöm szépen Hamar Csabának, hogy megszervezték. Köszönöm a Stegolytözőt, köszönöm szépen Lódi Marionnak, házigazdának is a lehetőséget, hogy ide jöhettünk a bisztróba. Bocsáss meg! Ja igen, és engedjék meg, én nem láttam ugyan, mert én kicsike vagyok, hogyha itt van már Bódi Péter úr, a Stebó tulajdonosa. Péter, itt vagy valahol? Akkor gyere csak erre kifelé, légy szíves! Majdnem sikerült elbújnod. Nezdarovja Mondanám művelt orosz Amerikában, jó étvágyat kívánok! És engedjék meg, hogy bemutassam Bódi Péter urat, a Stebó tulajdonosát, aki gyakorlatilag ennek az egész alapját megteremtette. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy a jövőben még sikeresebben és még tartalmasabban tudjuk a Stebó retrovatnak a hírét vinni az országba, a világba, és lehetőséget kapni arra, hogy még több ilyen találkozót szervezzünk, még nagyobb létszámmal, és még nagyobb szortimenttel. Köszönjük Péter neked! Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, viszontlátásra, szép estét kívánok önöknek! Jó étvágyat kívánok mindenkinek!